csak meg, hallani akarták ezt az előadást. Miután pünkösd előtt állunk, engedtessék meg még egy ima. Isten élő lelke, jöjj! Áldozzál le ránk, égi lángod járját, szívünk és a szánk. Oldj fel, küldj el, tölts el, tűzzel, Isten élő lelke jön. Második rész beszél erről. Az első verstől. Mikor pedig a pünkös napja eljött volna, a valának mindnyájan egy akarattal együtt. Akkor nagy hirtelenséggel lőn az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely elteli az egész házat, amelyben ülnek vala. És látának kettős tüzes nyelveket, és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amit a szent lélek áld valanékig szólni. Valának pedig Jeruzsálemben, kik akkor ott lakoztak vala, istenfélő zsidó férfiak, minden nemzetségek közül, akik az ég alatt laknak. Mikor pedig ez a hír kiment vala, egybegyül a sokaság, és ezeket veszem, mivel hogy hallaná mindenik azokat az ő tulajdon maga nyelvén szólni. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala mondván. Nem, de nem, galileusok ímé mindnyájan ezek, akik szólnak. Mi módon vagyon azért, hogy halljuk őket a mi tulajdon nyelvünkön szólni, amelyben születtettünk? Pártia beliek, média beliek, elamiták, és akik lakoznak Mezopotámiában, Judeában, Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,
Frígiában, Pamfilában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mert Ciréne mellett vagyok. Rómából való jövevények, mind zsidók, mind proszelitusok. Krétabeliek és arábiabeliek, halljuk, hogy szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig minnyájan, és kételkednek vala egymásnak ezt mondván. Vajon mi lesz-e ebből? Némelyek pedig patvarkodván ezt mondják, hogy édes bortól részegedtek meg ezek. Péter pedig előállván a 11 apostolokkal felemeli az ő szavát és szól a nékik mondván. Zsidó férfiak és ti mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, ez legyen néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, holott a napnak 3 órája vagyon. De ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És részen az utolsó időkben, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjatok látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. Az én szolgáimra pedig, és az én szolgáló leányaimra töltök ki azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És tészek csodákat az égben odafel, és jelket a földön ide alá, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljöjjön az Úrnak a nagy és fényes napja. És lézen ez, hogy minden valaki az Úrnak nevét segítségül hívánja, megtartassék. Ez a közvetlen ide vonatkozó szöveg. És akkor még elolvasnám a lélek ajándékait, mert hogy most elmondom, hogy többekben felbuzdult ez a lélek általi adomány, hogy tudja magát hova sorolni. Ez pedig a Pál első levele a korintusbeliekhez íródott, és ott pedig az első verstől. Továbbá, ami néz a lelki ajándékokra, atyásai, nem akarom, hogy azok felől is tudatlanok legyetek. Azért tudtatokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, a Jézust nem átkozza, és senki nem mondhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szent Lélek által. Az ajándékokban pedig különbség vagyok, de ugyanazon lélek. Az egyházi szolgálatokban is különbségek vannak, de ugyanazon Úr. És különbségek vannak az isteni erőknek ajándékaiban is, de ugyanaz egy Isten, ki mind azokat mindenekben cselekszik. Mindenek pedig adatik a léleknek nyilvánvaló ajándéka haszonra. Mert némelyeknek az Isten lelkétől adatik bölcsességnek beszéde, némelyeknek pedig tudománynak beszéde, némelyeknek pedig hit ugyanazon lélek által. Némelyek pedig gyógyításnak ajándékai ugyanazon lélek által. Némelyek pedig isteni erőknek cselekedésére való ajándékok, némelyeknek pedig jövendőmondás, némelyeknek pedig a lelkeknek megítélése, némelyeknek pedig különböző nyelvek nemeinek tudása, némelyeknek pedig nyelvek magyarázása. De mind ezeket cselekszik ugyanazon egy lélek,
osztogatván azokat kiváltképpen mindeneknek, amiképp akarja. Mert miképpen a test egy, és annak sok tagja vagy, az egy testnek minden tagjai pedig, noha sokak, mindazáltal azok egy test, ezenképpen vagyunk a Krisztus is. Valószínű, hogy ez az időszak húsvét után, pünkösd előtt igencsak sokakat elgondolkodtat, hogy vajon ebbe a 21. században, amikor az istentelenség oly mértékű, hogy minden bizonnyal már mindenkinek feltűnt, úgy lehet, hogy még mindig vannak emberek, akik eljönnek és meghallgatnak egy-egy ilyen Isten igéjét, egy kinyilatkoztatást, egy proféciát. Mindez pedig azért lehet, mert a lélek, ami által élek, nem ereszti az embert. Óriási harc folyik minden egyes ember lelkéért. Az alkoholok, akik ennek a másodlagos teremtésnek az urai, és akik ezt a testet alkották nekünk, külön férfiúvá, külön nővé, és akik ezt az egész dualitást beindították nyelvestől és annak elvével együtt, nyilván nem örülnek annak, hogy itt van egy öreg asszony, és már Magyarországon 25 éve jön-megy, és odaáll, és mondja az androgénitást, mondja az elsődleges teremtettségünket, a nyelvünket és annak elvét, ami onnan való, az elsődleges teremtésből. Hiszen olyan tájékozatlanok vagyunk. Nem tanultunk jelképrendszerekbe gondolkodni. Nem tanítottak meg, hogy van más is, mint amit látunk és amit hallunk. Hogy csak 90% az, amit nem látunk, és 90% amit nem hallunk. De attól az még van, és az még hat. Itt és most, miközben itt ülünk. Elképesztő, hogy mi minden történik a láthatatlan és a hallhatatlan világokban, amik itt mind jelen vannak. Mégis jelen voltak. Csak most egyre inkább megnyilvánul az, amit eddig elhanyagoltunk. Elhanyagoltuk észrevenni a ránk vonatkozó proféciákat. Itt van a lelki ajándékok. Vajon ebből a sokból, amit felolvastam, 9 nagyon erősen megkülönböztethető adomány, kifedezi fel magában, hogy hát ez lehet, hogy ez rám vonatkozik. Lehet, hogy ha komolyan venném, akkor én gyógyító lennék. És így tovább. Ki az, aki a tudománynak a beszédét nem úgy mondja, hogy azt el lehet akadémiában akasztani, hanem meri úgy mondani, az akadémia falain kívül, és elmeri hinni, hogy akinek füle van arra, amit mások nem hallanak meg, de az az 1-2-3-10-30-20 ember mégiscsak fogékony lesz rá, meghallja, beépíti magába a mindennapi életébe. És ugyanez történik a látással. A kegyelem megadott nékem, hogy a közelmúltban Indiába és Egyiptomba mehettem, meg én elképesztő dolgokat láttam. Elképesztő dolgokat láttam, és érdekes módon a látottak és az általam énekelt dalok valahol szimbiózisba kerültek. Bennem legalábbis. Rájöttem,
hogy amit látok, az a nem látott dolgokról szól. És akik engem láttak és hallottak, néha elgondolkodtak, hogy hát ha ez a hang, ez a hangzás nem az, amihez szokva vagyunk, ha bekapcsoljuk a rádiót, a tévét, elmegyünk az operába. Valamilyen egészen más funkciót tölt be az a hang, amit teszem azt egy egyiptomi templomban énekelek, vagy netán a piramisban. Igaz, hogy majdnem letartóztatnak, de Istenem, az ember abba, ott van alkalmazásban, ahol én, ott semmitől se fél. Jöjjenek azok a testőrök, nézzenek fenyegetőleg, attól én még elénekelem. Ha két részbe, akkor két részbe, ha három részbe, akkor három részbe, de a vállalt feladatomat elvégzem a piramisba, és elvégzem az összes többi helyen, Indiába, Egyiptomba. És igen, el kellett kezdeni énekelni Egyiptomba egy olyan dalt, amit tulajdonképpen Egyiptomnak a Suezi csatorna megnyitására komponált Verdi, és ez az Aida. 1965-ben, tessék kiszámolni hány évtizeddel ezelőtt, ez volt az első szezonban az egyik szerepem, a főpap nő imája. Hát ezt bizony el kellett énekelni jó párszor, Indiába is, Egyiptomba is. És most el kell énekelni nektek is.
Ezek a hangok ott maradtak Indiába is, Egyiptomba is, csak úgy, mint az oszlopok, a csodálatos faragványok, vésetek, színek, ugyan is ott maradt. Mikor kezdünk el hitelt adni annak a ténynek, hogy attól, amit még nem látunk, attól az még van, és amit nem hallunk, vagy csak alig, az is van, és hat. Igen, erősen hat. Vannak, akik egy szünet hat, két hang között. Vannak, akikre egy forte hat, vannak, akikre egy piano. Vannak, akikre egy dallam foszlány. Vannak, akikre egy egész dal, úgy, ahogy van. Megrázó. Láttam olyanokat, akik ez alatt, az ének alatt, miután befejeztem, kinyitottam a szemem és láttam. Könnyes a szemük. Valahol olyan helyen lettek megérintve, ahol talán eladdig nem igazán érintette őket semmi. Azért nem mindegy az, hogy ki milyen ajándékot kap, mikor, hol, hogyan kezdi el használni az Isten dicsőségére és az embertársai javára. Hiszen oda van írva, hogy haszonra adatik. Nem erre a haszonra, hanem arra, amit kivált a lélekből. Hogy a lélek elkezd élni, rájön, hogy ez a világ nem az ő otthona. Rájön, amit tudunk mindannyian, Ábrahám óta, hogy ezen a földön csak vándorok vagyunk. Az esti ima, a kodá is, amit ott gyűjtött, ahol én születtem a felvidéken, arról szól, hogy már meguntam a járkálást, az idegen földön lakást. Ez a föld nem a mi otthonunk, itt küldetésben vagyunk. Itt el kell végezni a feladatot. És a mi feladatunk hatalmas. Van egy nyelvünk, és annak az elve egy teljesen más létminőségből fakad. Ha tudni akarjátok, ezért akartak mindig elpusztítani bennünket. Mert ha mi nem vagyunk, akkor a dualitás úgy, ahogy van, tökéletesen bedarálja az összemberiséget. Itt kezdődik a dualitás, mert az embernek egy feje van. Igaz, hogy van rajta két szeme, meg két füle, két orruka. Van egy szája, aminek alsó és felső ajkai vannak, de ez mind ebben az egységben van, és egy funkciót lát el. Innentől kezdve tudjuk, hogy az egyik kezünkkel csinálhatunk így, a másikkal úgy. Ugyanezt megy a válunkkal is. Tehát innentől kezdve az ember, ha nincs a fejébe annyi, hogy rájöjjön magyar létére, hogy ennek a nyelvnek az elve, az androgénitás elvét hozta a világba, és olyannyira, hogy feleségnek hívja a férj a neje őnagyságát. Tehát nagyon jól tudjuk, a nyelvünk leképezi, kifejezi, hogy valaha ez ugyanúgy egybe volt, mint a két szemünk teszem azt a fejünkbe. De többszörös degeneráción ment keresztül az ember, az a bizonyos elsődleges ember,
aki az Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, aki himnős volt, és Ádáméva is az volt, hiszen ma is egyben mondjuk, azt mondjuk Ádáméva, nem? Minden ellentétpárt ma is egyben mondunk, csak nem halljuk már meg. Pedig ott van, észak-dél, kelet-nyugat, reggel-este, férfi-nő. Nem kell közé és, egyáltalán. Mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó. Ezt nem lehet más nyelvvel megcsinálni, véletlenül se. Tehát olyannyira érdekes ez a nyelv, hogy például a szexualitásra egy olyan szavunk van, amire mindenki fölkapja a fejét, aki nem magyar, de a magyarok is, mert nem hallják, hogy tagadó szóval fejezzük ki a szexet. Azt mondjuk, hogy nem. Most igen, vagy nem? Azt mondjuk, hogy nem élet. Mert nem tudjuk, hogy az élet halálos betegség, mely nemi úton terjed. De most már ezt nem csak én mondom. Sokan nagy külföldi tudósok is mondják. És azokra nagyon szeretünk hallgatni, főleg ha van egy kis szakállók, meg mindenféle kellékkel rendelkeznek, akkor bedőlünk egyből. Hát neki biztos igaza van. Tehát van egy ilyenünk, hogy a szexualitás lehet mindennek a kulcsa. Egyiptomban a templomokat járván rengeteg olyan formációt láttunk, hogy egy ilyen vonal, aztán így meghajlik, így csinál, és aztán meg így. Ank, mondják rá. Hát ez az a kulcs, amit meg kéne fejtsünk, olyan nyilvánvaló, annyira önmagáért beszél, csak nem akarjuk tudomásul venni. Mert macerás. Pedig ott van az Isten igényében, meg van írva, hogy abba a birodalomba, honnan ő jött, és ahol szeretne bennünket elvinni, hogy nem lesz evés, ivás, házasodás, ezek mind nem lesznek. De ha nem volna időszerű, észszerű, épp elmélyűségre való, hogyha egy kicsit itt most elkezdenénk edzésbe hozni magunkat. Kicsit nem enni, kicsit nem közösülni. Mert valamikor a közösülés úgy fejezték ki, hogy ismerni. És az ismerni szó az Isten és az ember ismerésére szolgált. Az Isten ismerte az embert. És az ember inkább akart ismerkedni egy másik emberrel, és így lett neki felesége. Sajnos elég sokáig tartott ez a kísérlet, de most, hogy ennyi betegség, ennyi rossz házasság, ennyi felborult család és egyebek vannak, az egyén csöndes magányában, vagy reggel a toáltam, azért csak elgondolja, hogy Uram, Atyám, mi végre vagyunk a világban. Hát ha van egyénenként dolgunk, hát ha nagyon is testre szabott dolgunk van, csak még nem kérdeztük meg maga magunkat, hogy ez lenne az, ami a titokban úgy mocorog bent, legbelül. Pedig az az. Higgyük el, hogy az az. Mert az a lelki ismeret hangja. És az általában nagyon halkan, de szó. Amikor már felemeli és kicsit hangosabb, akkor nagy baj van. Akkor tényleg életveszélyre figyelmeztet. Vele megtörtént egy párszor, hogy rám kiabált.
és rögtön tudtam, hogy most azonnal cselekedni kell. Így volt például 5 éves koromban, amikor a vonaton le akart hajigálni az orosz katona bennünket anyámmal együtt. Szemem előtt löptek ki 2 apácát a robogó vonatból a Búzaföldekbe. És akkor azt mondta a kis hang, hogy énekelj. A pillanatban elkezdte énekelni. És megtörtént a varázslat. Azt énekeltem, hogy minden szerinte legyen, Uram, te vagy a mester, én az anyag. Formálj és készíts terved szerint, jól esik nékem a szabad int. Na, ekkor 5 éves voltam. És nemrégen tanultam meg Temesváron a nagyszüleimtől ezt a dal az imaházban. Adott időpontban, el kellett énekelni. Az orosz triszt fölemelt, magához ölelt, simogatta a hajamat, kicsik könnyeket elnyomott a szeméből, a 2 katonának intett, hogy menjenek ki. Aztán odaadott az anyámnak, akinek szintén folyt a könnye, és megérkeztünk Budapestre. Sok-sok esetben előfordult, hogy szól a kis hang, biztos nektek is szólt. Talán nem elég hangosan, és úgy gondoltátok, hogy na hát ezt nem kell meghallani. Bármilyen halkan szól, tessék! Egyedül azt komolyan venni. Az a biztos. Semmi más nem biztos ezen a földön, csak az Isten ígérete. És olvastuk, hogy minden valaki segítségül hívja az Úrnak nevét, megszabadul. Ez a bolygó egy kísérleti zónában lévő kísérleti bolygó. Itt mi vagyunk a kísérletezők, és rajtunk kísérlet folyik. És ne felejtsük el, hogy mindannyian terhesek vagyunk. Mindannyian állapotosak vagyunk a saját istenségünkkel. Mert az ott van bennünk a Krisztus, szüles Krisztus meg mi bennünk, ott van. Nekünk kell megszülni, senki más helyettünk nem tudja. Aki meg akarja szülni, az áldott állapotban van. Aki nem, az terhes. De mindenki. Mert ott van az a megszületni akaró Krisztus, az Isten ember. Annak a képe és a hasonlósága ott van bennünk, legbelül. A lelkünk lenyomatában él az androgén tudat, él. És akarja, hogy felismerjük, hogy ez fele barátok, fele kezetek, ügyfelek, stb. Gyülekezete, senki nem egész, és Jézus azért jött, hogy teljes életetek legyen, azt mondta. A teljességre, abban az időben pontosan azt értették, hogy androgénitás, hogy himnősség. És ez a himnős állapot nekünk a legkönnyebb, hiszen nem kell a harmadik személyre se derbidász, se hísi, itt, se onnan állnod, se egyebeket mondani. Egy darab bőbetűvel el van intézve az egész. Az lehet férfi, az lehet nő. Ő. És vannak szavaink, ami kinyilatkoztatás, egy szó. Például, gondvisel ő. Na, gondoltál erre így? Nem gondoltál. Pedig azt jelenti, hogy ő viseli a gondot, ha megengeded.
szabad akaratoddal természetesen ellenállhatsz, hiszen öten laknak ebbe a házba, ebbe a testbe, úgy, mint az ellenzék szellem, a test szellem és a sors szellem, és ezek hárman legyőzhetők a lélek erővel. A lélek a nőség, az erő a hímség. Ezzel a hímnősséggel ezeket el lehet terelni az utomból. Tehát a hímnősség valami, ami a mi örökségünk az elsődleges teremtettségből, és amiért itt vagyunk, hogy ezt terjesztjük, hogy van ilyen, és ebben vissza lehet térni, el kell kezdeni ebbe az irányba gondolkodni. Pál apostol azt javasolta, hogy újhodjatok meg a ti elmétek megújhódása által. Hát ez az. Át kell állni. A dualitásból ebbe az egységbe. Rá kell jönni, hogy ez az egy darab ő betű. Teremt ő. Megment ő. Ezek mind kinyilatkoztatások. Tessék odafigyelni. Bennünk, általunk váltja meg Isten ezt a világot. Mi vagyunk az a nép, akit erre hagyott megmaradni. Nálunk sokkal nagyobb lélekszámú népség tűnt el a földről, és mi itt vagyunk. Miért? Miért szóladtunk szerte a világban, minden szigeten, hegycsúcson, völgyben, mindenütt található magyar? Miért? Hogy ez a vibráció hangozzék, hogy irritálja az embereket. Kérdezzék meg, hogy mi ez? Miféle nyelv ez? Hogy beszélsz? Nem értem. De olyan szép a dallam. Mi ez? Hogy legyen egy felütés, hogy elkezdhessünk beszélni a nyelvünkről és annak az elvéről, annak a szentséges, más létminőségnek az elvéről, amire csak a nyelvünk emlékeztet ma már. Nagyon érdekes volt látni ezeket a szobrokat, a véseteket az oszlopokon. Mindenütt ott van az ank, ott van ez a kulcs. Néha nem is a kezébe itt lent van, hanem így az egyik a másik szájába szinte beleteszi. Hát ennél szemléletesebben nem lehet elmondani, hogy a mi nyelvünket bele kell tenni az emberek szájába, mert azon keresztül tudnak egy egységbe elkezdeni gondolkodni. Mert itt addig, ameddig mindig minden az asztalnak van neme, a gyertyának, a könyvnek, a telefonnak, mindennek neme van, holott nálunk egy a kettő, azt mondjuk lélek erő, a lélek női jellegű, az erő pedig férfi jelleg. De ezeknek nincsenek külső tartozékai. Nem lépek sehol semmi. Nincs vele gond. Csak annyi, hogy rá kell érezni, hogy ennek a nyelvnek az aktualitása most van. Most kell ezt a nyelvet elsősorban hungarikummá tenni, másodszorban fölajánlani az egész Európai Uniónak, mennyivel könnyebb volna Brüsszelben meg Strasbourgban beszélgetés, ha mindenki magyarul szót értene. Mert az a rengeteg nyelvűség lehetőséget ad a ferdítésre. Fordítás, ferdítés. Aztán tovább lehet még menni,
Európai Unión túl is van emberiség. Oda lehet vinni az ENSZ szellemi nagy világöröksége elé, és oda tálalni, hogy tessék, itt van. Ez öröktől fogva volt, van és lesz! Amikor ezek az összes kis nyelvecskék oda van írva, eltűnik, egy megmarad. És azt mindenütt lehet használni. Mindenütt. Ötödik dimenziótól fölfelé. Tehát egy olyan előnnyel jöttünk és vagyunk ezen a világon, sajnos nem fogtuk még fel. Úgy tűnik, hogy talán mostanság egy kicsit megmozdult az állóvíz. Én 25 éve dobálom a halomköveket bele, már kicsit lefogytam, elfogytam, összeoszalottam. De amíg erőm lesz, addig ezt fogom csinálni. Ezt vállaltam. Hogy hirdessük, mi, összmagyarság, tudatosan ezt a szellemileg emelkedett világot, ami felé egyébként is megy minden evolúció, de ránk bízatok, hogy legyünk előjárók, hogy kiabáljuk, hogy utánam. Utánam, mert ez a biztos út. A Krisztus bennünk, ha felbuzdít, ne álljunk ellen. Ne álljunk ellen, mert ahogy a jobb könyvével van írva, kétszer vagy háromszor keresi meg az Isten lelke az embert, és ha nem lép vele kapcsolatba, akkor többet nem. Vagy ha senki ne lenne ma este itt, akivel ez megtörténik. Ugye a lélek megszomorodik, és elhagyja azt az embert. Feladat van, elképesztő mennyiségű feladatunk van, bele kell állni. Azt mondja, ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Némelyeket pedig rendel Isten az Atya Szent Egyházába, először apostolokat, aztán prófétákat, harmadszor doktorokat, azután rendelt hatalmasságokat, azután gyógyítások ajándékait, szegényeknek segélőit, közösségnek igazgatóit, nyelveknek különböző nemeit. Avagy mindnyájan apostoloké, azok? Avagy mindnyájan profétáké, avagy mindnyájan doktoroké, avagy mindnyájan hatalmasságoké? Vajon mindenüknek gyógyításra való ajándéka van? Vajon mindnyájan szólnak-e különböző nyelveken? Vajon mindnyájan magyarázzák-e az írást? De az olyan ajándékokra igyekezzetek, amelyek hasznosabbak, és még drágalátosabb utat mutatok néktek. Mert ha emberek vagy angyalok nyelveken szólnék is, a szeretet pedig nincsen én bennem, olyá lettem, mint a zengő érc és a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudnék is mondani, és minden titkokat és minden bölcsességet tudnék is, és ha egész hitem volna is, úgy annyira, hogy hegyeket elvinném helyükről, ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha minden marhámat a szegények táplálásokra költeném is, és ha testemet a tűzre adnám is,
Ha szeretet nincs benne, semmit nem használ az nekem. A szeretet hosszú tűrő, kegyes a szeretet. Nem irigykedik a szeretet, nem cselekszik álnokul, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi csak az ő maga hasznát, nem gerjed hamar haragra, nem gondol gonoszt. Nem örül a hamisságnak, örül pedig az igazságnak. Mindeneket elfedez, mindeneket hiszen, mindeneket remél, mindeneket eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De a jövendő mondások is eltöröltetnek, a különböző nyelvek is megszűnnek. A tanulásból való esélyet is eltöröltetik. Mert rész szerint vagyunk bennünk az esméret, rész szerint a profétálás, de minek utána eljövend a tökéletes teljesség, akkor eltöröltetik, ami rész szerint vagyunk. Mert most látunk tükör által és homályos beszéd által, de akkor szemtől szembe. Most rész szerint vagyom bennem az esméret, akkor pedig lészen az esméret úgy, amint taníttatom. Kövessétek a szeretetet. Kívánjátok a lelki ajándékokat, de mindennél inkább, hogy írást tudjatok magyarázni. Eszünkbe vesszük, hogy csak magyarul lehet magyarázni. Tessék litvánozni, körögözni. Magyarul lehet magyarázni. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, noha Szentlélek által titkos dolgok a szól. Aki pedig írást magyaráz, az embereknek szól épülésére, intésére, és vigasztalására. Aki pedig írás magyaráz, a gyülekezetet építi. Nagyobb az írás magyarázó, hogy nem aki nyelveken szól, hanem ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Nagyon sok utalás van arra, hogy az írás magyarázás pedig jelek. Nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. És van itt egy nagyon biztató mondat, mert miképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek. Minden ember pedig az ő rendje szerint első zsenge a Krisztus. Azután, aki a Krisztuséi, és ez a lényeg, hogy mi úgy tudjuk, hogy mi a Krisztuséi vagyunk. Mert ez a test, ez elmúlik, illetve átlényegül, le van írva Pál levele Korintusbeliekhez, 15. részben. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoké, más a halaknak és a madaraknak. És vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De külön dicsőségek vagynak a mennyeieknek, külön a földieknek.
különben a napnak dicsősége, és különben a holdnak dicsősége, és különben a csillagok dicsősége, mert a csillag különböz a csillagtól fényességgel. Így lészen a halottaknak feltámadások is, elvettetik rothadandó test, feltámasztatik a rothadatlan. Ugye, amikor elvetjük a búzát, azt a szép, fényes kis magot, felemegy abba a sötét, nedves, fekete földbe. Képzeljük, hogy a testünk egy ilyen sötét, nedves, 80% víz úgyis. És azon belül van a fény. És az a fény, amikor a magot fölülről a nap megérinti, ott bent a mélységben, ugyanúgy bennünket is megérint. A kolomból, központi napból áramló sugár megéleszti bennünk a fénymagot, és áttranszformálja ezt a húsvér fénytesté. Itt van, te van írva. Elvittetik a gyalázatos test, feltámasztatik a dicsőséges. Elvettetik az erőtelen test, és feltámasztatik a hatalmas. Elvettetik lelkes test, feltámasztatik a lelki test. Vagyon lelkes test, vagyon lelki test. Mert úgy írattatott meg, teremtette az első ember, Ádám, élő állattá, az utolsó Ádám pedig elevenítő lélekké. De a lelki test nem az első, hanem a lelkes test az első. Második a lelki test. Az első ember a földből való és földi. A második ember mennyei, Úr. Minémű volt ama földi olyanok, akik földiek is, és minémű ama mennyei olyanok lésznek, akik mennyeiek is. Tehát is, ebbe a bőrbe kötve két lehetőség van. Rajtunk múlik. Imé titkos dolgot mondok néktek, jól lehet nem mindnyájan alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Na ez a valami. Akkor hazajöttem 25 évvel ezelőtt, egyik megbotránkoztató mondatom az volt, hogy nem kell meghalni. Most is ezt mondom. Ez a generáció gyönyörűséggel megélheti a saját maga átlényegülését, színeváltozását, transfigurációját. Minden forgatókönyv itt van. Kit érdekel? Ez a kérdés. Reményem szerint, akik ma itt vannak, megértették, hogy a lélek, ami által élek, az tulajdonképpen megfoghatatlan. De mérni már lehet, kórházakban már megmérték, hogy ennyi az annyi. De ha így kell megmutatni, akkor azt mondom, hogy ez itt. A lehellet. Nem gondoljuk, hogy micsoda hatalmas dolog bízatott ránk. De tessék elgondolkodni rajta. Mert a premier nem marad el, ahogy ezt a színházban szokták volt mondani. Nem biztos, hogy az első szereposztás énekel. De nem marad el, premier. Lefordítva, a hazatérés, a transfiguráció nem marad el. Tehát ki vesz benne részt? Arra most kell benevezni. Vajha mindannyian jelentkeznénk.
mert nem akarunk meghalni. Mert az Isten az élők Istene, és örökké való, és bennünket is annak teremtett, csak elfelejtettük. De van emlékeztető, van vigasztaló, és hangzik az ígéret, hogy minden valaki, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, megszabadul. Úgy legyen. Köszönöm a türelmet. Magyarok Isten.